És elkezdett keseredni a nyála számban, mert tudtam, hogy az egyik az lapját akarja menedzselni, a másik a kosúdíját, nem tudom. Most a heti hetes szereplőiről beszélsz. Nem, 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 úgy általában. <laughs> Jó. A szocializmusnak nevezett marhaságban ilyenfajta elveszettség, nyomor, perspektívátlanság azért nem volt. 98-ban a Fideszre szavaztam a Tocsik után. Mert azt mondtuk, hogy na, tessék, na most. És kiderült, hogy, és már akkor kiderült, hogy ez semmivel nem jobb. Verbálisan abuzáltam négy nőt az életemben el is vettem minden a négyet feleségül, mert ha nem abuzáltam volna verbálisan, akkor nem jöttek volna hozzám. De akkor hadd kérdezzem már meg, hogy neked nincsen problémád a szexizmussal? Olyan nagy problémám nincs. Szervusz, köszöntelek benneteket 2021 első Partizán Pop adásában. A mai vendégemet mindjárt be fogom mutatni, de mindenképpen iratkozzon a csatornára, eddig mi nem tetted volna meg. Illetve, ha lehetőséged van, akkor kérlek, hogy szájba a finanszírozásunkba a Patreon oldalon keresztül, ott egyébként a patronálóinknak a teljes vágatlan interjút is elérhetővé tesszük. Most pedig fordulok mai vendégemhez, aki nem más, mint Verebes István. Szervusz, köszöntök a műsorban. Szervusz, köszönöm a meghívást. Egy gyors kérdéssel kell kezdenem, ami egy előző adásunkhoz kötődik. Ugye mi december 28-án publikáltunk egy adást, amiben összeültettük a heti egykori alaptagjának egy részét, és hát a kommentelők visszavisszatérően kérdezték, nagyon sok komment érkezett, hogy hát hol van Farkasházi Tivadar, hol van Verebes István. Farkasházi Tivadar a koronavírus helyzet miatt nem volt, ez elővigyázatosság volt, nem azért, mert hogy lett volna, reméljük továbbra sem érintettje a vírusnak. Te viszont úgy döntöttél, hogy nem szeretnél odaülni közéjük. Meg lehet -e tudni ennek az okát? elmesélni esetleg, hogy miért nem vállaltad el akkor a megkívásunkat? Ha árnyaltan és őszintén kell válaszolnom, akkor azt kell mondanom, hogy mert messzebbről fogok indítani, nem baj. Úgy tűnik majd, mintha kérkednék. Életemben rendeztem 120-130 színházi előadást. 40 televíziós műsort konferáltam, 10 évig a rádiókabarét, megírtam kb. 100 dalszöveget, írtam két vagy három eredeti darabot, nagyon sok átdolgozást, és megjelent eddig öt könyvem. Ehhez képest még ma is, ha megyek az utcán, holt most már 15 éve vagy, nem tudom mióta nem vettem részt a heti hetesben, utána kiabálnak, hogy heti hetes. Ez azért érthető, nem? Nem érthető, ez, ez nagyon szomorú és szánalmas részemről, vagy legalábbis ahogy én ezt lemérem, ugyanis az én életemben ez a műsor egy lapsus, egy tévedés. És akkor visszatérek arra, amit a Oh, no, de Gyuri mondott, akit én egyébként kedvelek. Mert akkor látod az adást. Igen, persze, persze, persze. Én nem, Azt nem mondtam, hogy nem nézem meg. itt oh, no, kedvelem, tisztességes volt velem mindig. E, azt mondta, hogy én hazudok, amikor azt mondom, hogy én ezt nem szerettem, ezt a műsort, és csak a pénzért csináltam. Attól, hogy valaki vállal valamit, Amire esetleg alkalmasnak tartják, meg is fizetik. Azt teljesíti, teljes erővel, képességeivel, szorgalmával, jó akaratával, az nem jelenti azt, hogy szereti. Én akkor is tudtam, hogy ez a vállalásom ebben a műsorban kurvaság, és azt mondja, ha beszélünk a magáról a műsorról, akkor megindokolom, hogy miért. Fogunk majd beszélni, most csak erre az egy epizódra, hogy miért nem akartál visszajönni ebbe a kvázi műsorba erre lennék kíváncsi. Minden sértettség nélkül mondom, amikor én ott hagytam ezt a műsort, akkor az egy bajor Imrén és még talán a Hernádin kívül igen nemtelenül kommentálták ezt az ott lévők. Feltetlenül megbántva érezték magukat, nem? Hát ez az ő dolguk. De miért? Hát egyik sem volt az én feleségem, sem a szeretőm, hogy én elhagytam volna őket. De gondoltak úgy az egész társaságra, mint egyfajta kvázi társulatra, ahonnan te én ezt, Én ezt soha nem képviseltem. Nem akartam ezek lenni. Elment a dolog annyira baloldalra, hogy azt én már nem akartam vállalni. Már hogyha azt mondtam, hogy a Megyesi Péter vagy a Gyurcsán, Gyurcsánynál elmondtam, hogy nem lehet valaki ö, miniszterelnök 4 milliárdos vagyonnal. Mert azt, azt meg kell indokolni, hogy honnan tetszett szedni azt a négy milliárdot. Erre jöttek, hogy de az Orbán, meg a, Ez egy másik üzlet, az már lement. Az Orbánt elintéztük, már már nincs itt. Most a Megyesi van itt, meg a. És elkezdett keseredni a nyála számban, mert tudtam, hogy az egyik az lapját akarja menedzselni, a másik a kosúdíját, nem tudom. Most a heti hetes szereplőiről beszélsz. Nem, 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 nem. úgy általában. <laughs> Jó. Utána én egy kurva szót nem szóltam, sehova nem nyilatkoztam, semmit. Ők a lapokban tele nyilatkozták, nem telenül. Nem szépen. És akkor azt mondtam, hogy azért nem jövök ide el, mert nekem akiket te meghívtál, egyáltalán senki nem fontos. Senki. De ma már nem fontos. Ma volt, már nem fontos. Volt azért, amikor fontos volt. Volt, aki fontos volt. Egyetlen záró kérdés ide, az nem egy utólagos értelmezés a te akkori heti testbeli szerepvállásodnak, hogy ahogy te fogalmaztál, téged idézzek, ez kurvaság volt? Te akkor nem élvezted azt, mert ugye azért a felvételeken azt lehet látni, hogy felszabadult vagy, domináns vagy, folyamatosan sziporkázol, tehát nem úgy tűnik, mintha te nagyon nagy erőszakot tennél magadon. Nem tettem erőszakot magamon, de az embernek van annyi rutinja, hogy felszabadítja a... Ez csak rutin? Ez csak rutin. Részemről csak rutin. Ugye te tíz éven keresztül voltál a szilveszteri műsornak a konferenciája, ami egy hihetetlen státusz, a viszonya között aztán pláne. Ezeket a szilveszteri műsorokat, ezeket mi milliók hallgatták. Hát a, 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 nem csak a szilveszteri, de a kétfői is. Igen. Azt is körülbelül millió ember hallgatta általában. Ezeket neked kellett -e egyeztetned, ezeket a szövegeket, amiket elmondtál. Te írtad, más írta. Én írtam. Teljes és... egész te kreativitásodat dicséri minden szöveg? Teljesen. Azért kérdezem ezt, mert volt egy 84-es konferencod. Kádár mellett. Heller Tamással közösen adhatok elő egy dalt. Felolvasom ennek a szövegét, ezt a Mamma Maria dallamára írtad. Így szól a szöveg. Mindenki távozhat, sihet egy másik. Hát, ha az új seprő jobban beválik. No persze, kérem, csak lassan a testtel. Mivel, hogy van, pótolhatatlan ember. Igaz, hogy nem sok. Egyetlen kérem, de az nem mozduljon, maradjon székben, ott van az ő helye, mindig is rávár, a neve nem titok, úgy hívják. Kádár. Ezt a közönség mondta. Abszolút vállalom. Abszolút vállalom. Tehát ezt nem utasításra írtad? Nem. Te így gondolkodtál a politikai helyzetről? Amikor a Száz Pétertől megkérdeztem egyszerűen, te miért rendezel olyan tévéjátékot, ami a munkásmozgalmi múltunkat fényezi, azt mondta azért, mert a Kádár borotva él, ez már ez az idő volt, borotva élen táncol, és nekem támogatnom kell az, hogy ő legyen inkább, mint más. És minden utána ez az időszak már nagyon erősen arra hajazott, hogy Berecek, Grószok, Komócsinok és mindenféle Ö, veszélyes, hataloméhes ö, majmok kerülnek a kádár helyébe, akkor én úgy gondoltam, hogy itt most a puritán kádár biztonságosabb. Ugrom egyet. Már bocsáss meg, te miért érezted ebben, hogy bármi felelősséged lenne? Mert csak rosszabb jöhetett volna utána. Tehát a kádár helyet, akik ott lebzseltek, a grósz, aki aztán úgy kellett lebeszélni arról, hogy, hogy ne, ne nyúljon a fegyverekhez, ezt akkor lehetett érezni, akkor ezt lehetett tudni, hogy a kádár még mindig garancia valamifajta konszolidációra. És én ezt így is gondoltam, de mondom a analógiát. 2022-ben Orbán Viktor menjen el, igaz? Ez, ez, a koncepció? Már egy ki? Hát az ellenzéknek. Hát az ellenzéknek abszolút ez a koncepciója. Ez a koncepciója. Abszolút nem hiszem, és nem gondolom, hogy ami, amit a Orbán művelt, az, az nem minősíthetetlen. De nem tudom, hogy nem jöhet egy olyan helyzet, amikor csak rosszabbra számolhatunk. 98-ban a Fideszre szavaztam a tocsik után, mert azt mondtuk, hogy na, tessék, na most. És kiderült, hogy, és már akkor kiderült, hogy ez semmivel nem jobb. És ebben a helyzetben, ebben a helyzetben született a heti hetes. Rádiókabaré, hallgassuk most meg, tehát 88-89-ben két konferenciát hallgassuk meg ebből az időszakból. A második ugye azért is különösen jelentőségteljes, mert te ott jelentetted be a lemondásodat erről a szerepkörről. Ugye akkor most hallgassuk meg ezt a kettő lejátszót. Tudomással bírnak-e arról, hogy nem én vagyok, aki az elmúlt 43 évben többé vagy kevésbé lejárattam a szocializmus eredendő Marx Károly és Vladimir Iljics Lenin által tudományosan rögzített alapelveit. Ugye tetszik tudni odafön, hogy nem én blamáltam a szocializmust. Ide len. Szóval eltetszik-e hinni rólam odafön, hogy esetleg hátha, ha? Ne talán. Tudja Isten miért. De én is szocializmust akarok ide lenn. Tizedszerre be kell látnom, tizedszerre itt a szilveszteri kavaré mikrofonjánál, hogy én is sokszor voltam néma gyerek. Kérem, beszéltem, szóltam én mindenről, csak erről az egyről nem. Arról, hogy a dolog, a találmány, a marxista-leninista berendezkedés mindennapos gyakorlata átolt cettik fából vaskarika. Jó, nyugtathatnám meg magamat, hát nem mondtam ki ezt az egyet, de érzékeltettem. Mert ha az érzékeltetésen túl kimondtam volna, akkor most nem állnék itt tizedszer. Ám de engedjék meg, hogy azért árnyaltabb lehessek, ha már itt vagyunk a feltételezhető befejezésnél. Mert az úgynevezett szocializmus, úgynevezett magyar változatának alapjai valójában Sertéspörköltből, Trabantból, Hétvégi Házból és egy kevés turista útlevélből álltak. Hogy mindezt azok az imperialista, kapitalista körök által adott kölcsönökből gründolták nekünk össze, akik ugye folyamatosan kizsákmányolják az egyébként nálunk ezerszer jobban élő nyugat-európai Egyesült Államokból és Japán ipari munkásságot, arra mi az elmúlt évtizedekben valahogy hát fittyet hánytunk. Megetették velünk a kölcsönökből főzött pörköltet azok, akik végig tüzdelt őzgerincet zabáltak. 88 végén úgy hivatkozol magadra, mint szocialista emberre, 89-ben viszont azt mondott, hogy a marxizmus-leninizmus az fából vaskarika. Mi történt abban az egy évben, és miért hoztad azt a döntést, hogy lemondasz. Ez is lehet a narratíva, de azt mondom, hogy hát, ha én is a szocializmust akartam. Mi az a szocializmus? Hát mi az? Ki mit ért alatta? Mit értettél te alatta? Ez azt jelenti, hogy én, hogy nem lehet segíteni. Hogy én akartam segíteni. Én a... a... rendszeren? Persze. Én nekem az, az volt a célom, hogy ha valamit mondok, Hát ha azokkal akik mást is, ezt ugyanúgy, hogy majd valami történik, valami megy előre. Én akartam segíteni Antal Józsefet, esküszöm, akartam segíteni a Kondyulát is, akartam a Urbánt is. Csak hát nem lehet. De ez nem egy ilyen nagy magyar értelmiségi olyan csalás, hogy így ez segíteni nem. akarunk? Nem, miközben... nem mert ha nem, ha nem segíteni De nem, akarunk... bocsáss meg, hogy van-e ilyen hatása például? Ezt a mondataidnak. Semmilyen hatása nincs. Hát ezt, és ezt mikor ismerted fel? Nem a pro... ezt, hát ezt már, az ötven év felénél már föl kellett ismerni, de nem a hatása miatt, hanem az eszményei miatt, mert különben mi, mi, a, mi, értelme van? Különben mi értelme van megszólalni? Mi értelme van megírni egy könyvet, ha nem hiszek abban, hogy hát ha három fiatal színész, ettől egy picit gerincesebb lesz, bátorabb lesz, a méltóságát jobban. És ha nem, akkor is ez a dolgom, de az biztos, hogy nem hittem a szocializmusban, még ha ez úgy is tűnik, mert hiszen nem voltam baloldali ember soha. Milyen embernek mondod akkor magad világnézetileg? Színesnek. Színesnek. Akkor viszont nézzünk meg egy következő bejátszót, de nem meg, csak a, elmondom a, neked... A, Mindenképpen el, csak hogy a politikai nézeteidről kapjunk egy képet, hogy hogyan gondolkoztál, mert szerintem ez is egy érdekes dolog. A rendszerváltáskor és kicsit később nézzük akkor meg ezt a bejátszót. Eljön ez a pillanat. Hamarosan eljön. Még most sokan lépnek a fékbe, hogy ne történjen meg a piac, meg még nem szoktuk meg, eljön ez a pillanat. Én nagyon hiszem és remélem, mellesleg pedig azt mondom, én azt hiszem, végül is egészséges a családom, magam is az vagyok, remélem. Van cipőm, meg tudok inni egy kávét. Mitől legyek én olyan nagyon indulatos? De ez katasztrofális, hogy ez mikorra hozható rendbe, hogy azok, akik most mészegénységben élnek, vagy az utcán laknak, azok, azok, azokkal mi fog történni, és mikor történik meg? Erről nincs szó ebben az országban. De közben van. én lakom egy nagyon jó házban, bérelek Pesten egy lakást, és közben halálosan szégyellem magam. Lesül de a ne, bőr ne, de a De magad? Tehát van mögötte teljesítmény, Pista, te ne te szégyed magad. Az a kérdés még igazából, mert amit szerintem érdekesebben, hogy ugye az első felvétel a 90-es évek elejéről származik, te nagy reményekkel vártad a szabadpiac eljövetelét, és ez egy 2018-as felvétel, amit láttunk. Itt meg arról beszélsz, hogy ez a váltás, politikai váltás, gazdasági váltás olyan szegénységet termelt ki, amiről nem lehetett gondolni, hogy ez megtörtént ebben az országban. Hát egyrészt a, a, a szocializmusnak nevezett marhaságban ilyenfajta elveszettség, nyomor, perspektívátlanság azért nem volt. Tehát itt akkor azért gyerekek nem éheztek, nem volt ideális a helyzet, de, 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 ennyire nem zaklatott bennünket, vagy jól volt elfedve. De nem, nem hiszem, nem hiszem. Én szerintem nem volt ilyen. Arról nem beszélek, nem voltak ilyen különbségek. Tehát nem voltak ilyenfajta elzabrált egy villát egy valaki, aki, aki a rendszer embere volt. Nem, maximum. De nem vette meg a fél országot. De az neked mikor vált felismerté, hogy az a gazdasági átalakulás, ami 89-90 megtörtént, az egy ilyen drámai milliók életét megnehezítő, ugye egy millió ember elveszíti a munkahelyét, leállnak a jóléti transzferek, és én így most is történt, a, a tehetetlenség. De ez hányban, hányban vált felismerhetővé a számodra? Talán nyíregyházán. egy Akkor az a 90-es évek második fele? 93-tól. Tehát amikor azt láttam, hogy áll a, 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 a pécsőtemény pult előtt egy öreg néni, és azon gondolkodik, hogy elvesz egy zsömlét, elvegyene még egyet. És amikor, és amikor kimentem a város szélére, ahol a műhely volt, és láttam, hogy hogy élnek az emberek, ott, ott azt hiszem, hogy ott, ott, ott tudatosul bennem, hogy ez nem olyan egyszerű azért. Nézzük meg akkor azt, hogy hogyan vélekedtél a heti hetes előtti időszakban a humor politikai jelentőségéről, és aztán nézzünk meg egy másik bejátszást, amiben értékeled a heti hetest, és aztán forduljunk rá a heti hetesre. A magyar televízió szilveszteri kabaréjának alkotói az idén politikamentes kabarét ígérnek. A körmendi odaadja a saját névjegyét, és aztán közben elolvas, nem tudja kiolvasni a saját nevét. Ezen jobban nevetnek, mint hogyha valami politikusnak a nevét, a jó csípőletet kézzel valaki kimondja. Nem érdekli az embereket már, hogy X Y neve elhangzik a televízióba, és akkor most a velemes vagy a padol, most jó oda ennek a pártnak, vagy annak a pártnak igazuk van. A magam habitusa alá akkor, amikor belementem olyan műsorokba, amelyek nem hasznosak az én kulturális igényeimmel. De azt a képest, amit én fölépítettem 40 év alatt magamról, az ez a működés rombolta, leárazta, de Az első kérdésem úgy szól, hogy azt mondod, ott abban a szilveszteri rádió, vagy szilveszteri kabaré műsornak a, a kapcsán adott interjútban, hogy az embereket már nem érdekli a politikai humor. Azt hiszem, hogy nem politikai humor volt, ez ugyanúgy jelenségekre való reflexiókkal állt. Tehát azt azt én nem tudom megmondani, és nem is tudtam soha megmondani, hogy az az üdvözítője a jövő szempontjából, amit az Orbán, a Gyurcsány, a Megyesi, vagy Kicsi, az, hogy jó, az majd akkor derül ki, amikor visszanézünk arra, hogy a Kádár jól csinálta, -e, már az is nagyon közel van. A ez visszatérve, te mikor érzékelted azt, hogy ilyen hatással van a művészi karrieredre, mint amiről a bejátszóban beszéltél? Első pillanattól kezdve. Elmondhatom neked, hogy a Havas egyszer elmesélte, és ez mindennyiunkra vonatkozik, hogy egyszer ment az utcán, két fiatal ember mellett elment, és azt hallottam előtte, hogy az egyik azt mondta, hogy tudod ki ez, ez a, ez a buzi abból a szarból. Neked akkor a hetietes jelentős egzisztenciális előrelépés jelentett? Komoly pénzt. Én azt feltételezem, hogy te előtte se éltél feltétlenül rosszul. Akkor előrelépés volt ez, hogy kompenzálta ezeket a hátrányokat? Nem éltem rosszul, de nem engedhettem volna meg magamnak a napkelte és a heti életes nélkül, hogy a fiamat Angliában filmfőiskolára írassam. Elmondom, na, többször is elmondtam, hogy lehet, hogy előbb ágyászod, hogy mindent a pénzért csináltam. Igen. Mindent a pénzért csináltam. Én egy lusta ember vagyok. Kifejezetten lusta, halogatós ember vagyok. De mert nagyon szerettem családban élni, és próbálkozásaim végül is beigazolódtak. Ezért azt akartam, hogy a szeretteim, nagyon jó esett, hogy a szeretteimnek jogut adjak. Örömöm volt. Lehet, hogy még a heti hetesben is örömöm volt. Ezt akarom kérdezni, hogy Lehet. én a te habitusodban azért arra következtetnék, hogy ha két és fél millióan nézik, ahogyan te értelmezed a világot, normatív kijelentéseket teszel arról, hogy mi az, ami helyes, mi az, ami helytelen. Ebben nincs becsvágyam. Ebben nincs becsvágyam. De mi az, 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 az való lenne, hogyha lenne? Nem szígyenlivaló. Szégyelem, hogy hogy olyan állapotaimat mutattam meg, és, ebben, és a színészetben is, azt se szerettem, ami nem tartozik senkire. Tehát ez én privát véleményem. Én nem volt becsán orientáljak valakit bármire is, vagy hogy, vagy, hogy én népszerűbb legyek, hiszen televízióban addig se volt, hogy rendeztem kabarékat, mondhattam, hogy én konferáljam, és nem, nem volt, nem szerettem a televíziót, a televíziót nem szerettem. Beültem a taxiba, mondom, már megint jó pofának kell lenni. Jaj, édes Istenem, oda mentem. Igen, bementünk, és mint a cirkuszi ló, tettem a dolgomat. Nem mondtam más, mint amit gondoltam, de, de miért? Hogy jövök én ahhoz, hogy én itt két millió embernek itt osszam az észt, meg megfeleljek, meg havassal vitatkozzak a, a hülyeségein. Emlékszel a szeptember 11-i terrortámadások után? Arra adásra? emlékszem, abból sok bajom volt, igen. Akkor azt most nézzük meg, és aztán meséld el, kérlek, hogy milyen bajod volt ebből. Jó. Én azt gondolom, hogy, hogy itt a, a nyomor, az esélytelenség, Ö, bestiális módon, bestiális módon ö, ö, szólamlott föl a jólét és a civilizáció ellen. Az tényszerű, hogy itt bizonyos régiók nyersanyagban, olcsó munkaerőben kizsákmányoltak, kapnak helyenként segít, de a civilizált világ szolidaritása és, és, és Eleje nem gondolkodott el azon, hogy a jövőben, nem most, 20 év múlva, 50 év múlva mi történik majd, mert a menekült hullám is ennek a, a tünete, hogy mi történik majd azok. Én, én rettentően sajnálom, borzasztóan sajnálom azokat, akik itt meghaltak, de én látok embereket a nyomorban, kurdokat, és. és, és, és és palesztinokat, tök mindegy. Embereket, emberi lényeket, elmebetegek adott esetben, vagy, vagy megszállottak, csak emberek. Azt látom, az nem emberi élet, ahogy azok élnek, ahogy éheznek, ahogy nincs fedél a fejük felett, hogy a világban, a világ pénzforgalmának 50%-a 40 multinacionális székben van. Szóval van valami igazságtalanság. Jó. Szörnyű, borzalom, amit látok, de elindult a nyomor, háborút üzent a nyomor. Ma is így gondolom. Hadd hozzak egy példát. Olvastad az édes Annát? Kosztolányanát? Ott irodalmi vita, hogy ez egy axiom graduite, tehát egy indokolatlan akció, hogy a vízieknek a torkát átvágja az édes Anna. Az az édes Anna, aki megvan alázva, mint cseréd, aki a unokölcs Patikárius János gyereket csinál neki, elvetél, ott és egy szót nem szól az édes Anna. És van a regényben egy rész, ahol a viziek elutaznak, és a Patikárius Jancsi bulit szervez fiataloknak, ahol kiszolgál az ő cseléd volt szeretője. És semmi mást nem akar az édesanyja, csak hogy nézzen rá ez a fiú. És egy, van néhány mondat, egy, azt hiszem egy ajtó nyílásban, ha jól emlékszem, ahol úgy csinál a patikus, hogy te nem is vagy. Te nem vagy. És azt gondolom, amikor valakinek vagy valakiknek azt informálják, hogy te nem vagy, nem vagy tényező. Akkor fogja meg a kést és vágja át a torkát bárkinek. Bárkinek. Tehát amíg szenvedni kell, ami nyomorult, az, azt még elviseli, de azt mondják, hogy ki vagy te? Mit akarsz? Nem, nem vagy jelen. Nem vagy tényező. Akkor jelét adja annak, hogy de. Én nem tudok eltérni a, a magam véleményétől, hogy mint színházi ember nekem az előzményeket kell Elemeznem. Minden következmény. Minden következmény. Akkor azt most is tartod, hogy itt a civilizációk ütközete zajlott le, a kulturáltság és a kulturátlanság csapott össze? Nem, nem vagyok én olyan nagyon okos ember, de az én hipotézisem az, hogy itt a dél úgy fog megindulni az éjszak ellen, mint a vecsök. Nem ö, holnap, nem tíz év múlva, én már nem fogom megérni. Az ökológia, a felmelegedés, a vízhiány, a szegénység, a civilizálatlanság egyszer csak belódul és elkezdi az Amerikában is, a Dél-Amerika, Észak-Amerika ellen, és itt Afrika is fölfelé, Európában is el fognak indulni, és az lesz a nagy invázió. Mert, ne, mert nem lehet, hogy ne induljanak el. Ha nem akarnak megsülni, szomjan halni, megdögleni, akkor el fognak indulni, és ott, 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 ott nem lehet a határa kerítést tenni. Tehát hogyha itt nem kap észbe, a világ már pedig nem szakadt, akkor itt 50-100 év múlva rémálom, hogy mit következik be. Ugye a heti volt egy nagyon kedves barátod, aki sokszor színészed is volt rendezőként. Ö, és én szeretném, hogyha a kapcsolatotoknak egy nagyon speciális vonásáról beszélni, ha szeretnél beszélni. Először nézzük meg ez egy bejátszót. volt olyan, hogy hajnali például háromkor bejött a baletcipőbe, és azt mondta, jaj, forralatlan hidegteljet tudnak nekem hozni, aztán művészről megnézem, köszönöm, forralatlan hideg tej, ha volna. Bement a pincér, kijött, azt mondja, művészül, nincs forralatlan hideg ez szóval jó, akkor hozzon egy dupla viszkit. Ő neked nagyon jó barátod volt, ugye? Nagyon. Nagyon szerettem. Engedj meg egy kérdést, és igyekszem úgy föltenni, hogy ne legyen kegyelet sértő, de szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amiről nagyon kevés szó esik a nyilvánosságban. Tehát többször beszéltél arról, hogy a színházi szakmán belül az alkoholizmus micsoda pusztító hatással van, és mennyire kibeszéletlen az, hogy valójában milyen széles körben fejti ki a pusztító hatását. A Bajor Imre e, Alkohol betegségének a különböző fázisait milliók követték végig a heti hetes képernyőjén. Ugye egészen szélsőséges mértékben lehetett látni azt, hogy hogyan nem képes megküzdeni, vagy hogyan küzd, bocsánat, ezzel a betegséggel. És ugye ez egy visszavisszatérő poénforrás volt a műsorban, hogy hát Bajor Imre az iszik, mint a kefekötő. Te hogyan éled meg ezt? Látsz -e ebben utolagosan valamifajta felelősséget, hogy hogyan küzdöttetek azzal, hogy ti szemtanúi vagytok, és igen, szemtanúi vagytok Bajor Imre pusztításának. Egyrészt, amire rávilágítsz, hogy ott mi ebben ilyen szinten foglalkoztunk, ez felelőtlenség volt. Ez az volt. Most, hogy mondod. Néha-néha berúgott, de elég, nem, én nem azt mondom, hogy a nem minden nap rúgott be. este összejöttünk, ivott két feles, jó volt, és nem lehetett vele kommunikálni. Volt, hogy nem. De szóval az, az átlagos színész piálásnál nem, nem volt veszélyesebb. Én akkor is. Te az átlag állás, az már önmagában egyébként veszélyes, nem? Aztán... Az, az ter teljesen természetes, hogy. Mit értünk az alatt, milyen mennyiséget, Hát mindig van valami indok, most premierre készülök, feszült vagyok, most nincs semmi dolgom, most azért iszom, meghalt az anyám, nem tudom, született gyerek, mindig van miért éni. Én azt nem tudom, hogy és akkor onnantól van felelőtlenség, amikor amikor már tudja, hogy most ez már betegség, hogy akkor miért nem hagyja abba? Az fölmerült valaha bennetek, hogy abban az országban, ahol több mint egy millió alkoholbeteg van, és az egyik legsúlyosabb és legkibeszéletlenebb és legkezeletlenebb függőségi forma, a leginkább elfogadottabb is, miközben iszonyatos pusztítást végez, hogy abban van valamilyen kiemelt felelősségetek, hogy milyen mintát mondtok, mutattok a bajorimre alkoholbetegsége kapcsán? Most, hogy mondod, igen, akkor nem jutott eszembe. Most, hogy mondod, igen. Súlyos hiba. Súlyos hiba volt elviccelni, igen. A heti eltes emlékadásunkban volt egy utolsó záró blokk, ami komoly vitát váltott ki a részeük részéről is, de a közönség részéről is, aki megnézte, talán a legtöbbet ezt idézték, ez pedig a műsornak a vélt vagy valós szexizmusa, a nőkről való beszédmód kérdése. Készültünk neked is egy bejátszásra, és szeretném, hogy megkérdezni a véleményedet a látottakról. Kérem akkor a bejátszót. Egy nő, hát mondjuk nem csak egy szőken, nem egy bármilyen nő, bemegy egy üres szobában, mert van két 40 kilós vasgolyó, mi történik? Az egyiket elveszi, a másikat elrontja. Akkor hat Nekem nem ez a véleményem, én csak hallottam. Botyánszky György, az FTC Békés... Válaszok egy picit, mert sugdolozott a Csiszára vele engem, engem zizával, és ezért... Igen, mondjátok meg, hogy mit mondtál neki? Azt mondta, hogy mind a, a hét nőt szívesen megdugnátok. És erre mi Én is. Hát szóval sok hibát követtünk el, persze. De akkor hadd kérdezzem már meg, hogy neked nincsen problémád a szexizmussal? Olyan nagy problémám nincs. Nem, ez nem helyes, amit elhangzik. Tehát az, hogy én szabadosan beszélünk szexről, de én azt gondolom, hogy én például nők, a nők tekintetében én, én nagyon a, a, a méltányosságnak és a tiszteletnek a híve vagyok, és ebben talán nem vagyok megfedhető. Nagy a pofám tehát obszén vagyok, adott esetben trágár vagyok, de mondjuk életemben nem aláztam meg nőt, legalábbis azt hiszem. De amikor azt mondod a műsorban, hogy ha van egy üzletben két golyó, a szőkenő az egyiket elveszti, a másikat elrontja, azt szerinted nem nő ellenség? Kicsit az. Kicsit az, de, de hát Ezt nem tartom akkora, akkora bajnak, szóval ez... ez hát ez... nyilván, hiszem, férfi vagy, nem? Mit? Hát férfi vagy, nem Mit? vagy áldozata ennek Bocsáss meg, amikor a élet és irodalomban megjelent három fallosz, ami én voltam a farkasházi, meg nem tudom ki, a karikatúrában, három fasz. Karhakrát, föl volt háborodva, mondtam, Teddy. Hát mi mindenkivel szórakozunk. Hát akkor persze, hogy velem is szórakoznak. Tehát én mondjuk el is viselem ugyanezt. Uh -huh. Tehát én azt gondolom, hogy egy bizonyos szintig az, az hogy a szőken van vicc, és kihasználjuk, nem, nem, nem igazán ízléses ebben igazadban. De sikeres. És akkor ilyen helyzetben, de nem tartom akkor a védségnek. Én nem, nem is az ízlés kérdését akarom boncolgatni, hanem hogy Kárc. a méltányosság. Nem, mélt, nem, nem, tartom méltánytalannak. Ezt nem tartom olyan méltánytalannak. Ez, ez egy, egy zsidó viccet, egy cigány viccet elmondani sem tartom méltánytalannak. Ilyenek a viccek. A viccek kicsit kegyetlenek, kicsit méltánytalanok. Hát nem, én, szóval van egyfajta érzékenység, Amely, amely tőlem idegen. Nem vagyok büszke rá, ahogy itt most mondod, de nem vagyok olyan szigorú sem, hogy emiatt kárhoztatnám magam, nem emiatt kárhoztatom magam. ízlésben, ízlésben amiben ez is beletartozik, ma már nekem nem ízlésem, ahogy én ebben részt vettem nem azért, mert ilyeneket mondtam, mert amit mondtam, mást, azt sem tetszik. Nem tetszik nekem a, a, ágálásom, nem tetszik nekem a vehemenciám, a, a, a nem tetszik. Én azóta én azt gondolom, más ember lettem. Volt egy másik tévés műsor, amiről én szeretném, hogyha beszélnénk. Ez a napkelte. Te hogyan értékeled a napkeltés tevékenységedet? Mit csináltál a te értékítéleted szerint a napkeltében? Beszélgettem. Riporter voltál? Nem. Közöltem is, hogy nem vagyok riporter, hanem egy érdeklődő, értelmiségi színházi ripacs. Nem vagyok, mondtam a gyárfásnak, nem vagyok hajlandó tényt feltárni. Engem, a, aki bejön, a pasas érdekel. Ha hazudik, hazudik. Ahogy a vitrai mondja, a képernyő minden, mindent elmond mindenkiről. Az én zavarajomit, és amikre te rákérdeztél, és amikre nehezen válaszoltam most, az ott lesz a képernyőn, hogy ott bizony baj van. Ott valamit, valamit, valamit nem úgy tettem, ahogy én gondolom. És ez nagyon érdekes volt, mert ugye azt mondtam, hogy megvan a műsorom, és képes voltál olyanokat összegyűjteni, amik tényleg ellent mondanak. És tényleg, tényleg, hát igen, szóval, szóval meglepő volt nekem is. Én azt hittem, hogy én nagyon következetes ember vagyok. De hát úgy látszik én sem. Szó volt róla, hogy én tökéletes ember leszek, de hát nem sikerült. Hogy látod, mi volt a funkciója ennek a műsornak? Egy reggeli műsor volt, amiben mondom a végét. Nincs igaz az Orbán Viktornak, hogy ez egy baloldali műsor volt. Lehet, hogy nem fideszesek vezették, de ugyanannyit volt a jobb oldal, a sőt néha többet is. A gyárfásnak az volt a mottója, hogy én minden segget kinyalok. Tehát Vagy nem te elverebesítsd, ő Gyárfás Tamás. Gyárfás. A gyárfás Tamásnak volt a saját mottója, értem. Igen, a saját mottója, hogy rendelkezésére állok mindenkinek, és így is tett. Hát én oda kerültem, amikor kikerült a közszolgálati televízióból. És azt hittem, hogy három adás után viszontlátásra. Kipróbáltak ott mindszer, Ungári Tamás, sokakat kipróbáltak. És akkor ott maradtam valamitől. És hát nem csináltam én azt jól, csak aztán később már elkezdtem gondolkodni, hogy hogy kéne ezt csinálni, és próbálgattam, és szerintem egy olyan három-négy év alatt a magamat abban a műsorban annyira megtaláltam, hogy hogy ö, ott ne, nekem nem volt bajom olyan, mint a heti életes. Ugye a Napkeltével szemben van az a vád, amit mondtál, hogy csak a balosokat hívták, ezt erről most beszéltünk. Én egy másik kérdésről, kritikáról szeretném a véleményet megtudni, nevezetesen, hogy a műsorvezetők ugye egy közszolgálati tévén vezettek műsort, és összehasonlíthatatlanul plurálisabb volt a Napkelte, mint a mostani köztévé, de azért mégis már 2010 előtt is a közszolgálaton ennek a műsornak ebben a formában mondják a kritikusok, nem lett volna szabad megjelennie. Mit gondolsz erről a felvetésről? Hogy ez hogy volt egy magán televízió közszolgálatban, amit aztán hát azt azért most is csinálják, ugye, hogy egy külön produkciót finanszíroz egy csatorna. Ezt én nem tudtam. Én egyet tudok. A gyárfás velem halálosan korrekt volt, soha nem szól bele abba hogy én mit beszélek egyszer egyetlen egyszer mert mindjárt mondom hogy miért bármit kértem tőle teljesítette és nekem nagyon jó gazdám volt gazdád Esz... volt. Mit gazdád volt gazdám azt? volt. Igen mióta megindult el a büntető eljárás beszéltél vele valami beszélek gyakran beszélek vele. Gyakran beszélsz vele most is elég gyakran. Igen barátodnak mondanád. Talán igen. Igen, azt hiszem, hogy igen. Érzel felelősséget iránt, hogy ebben a helyzetben most mellette állj? Nekem meggyőződésem, hogy nagyon komoly hibákat követett el, de hogy nem ő állt a fenyőgyilkosság mögött, az, a, 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 arra nagy esküt letenném. Az ő ismeretében. Hát ironikusan szoktam mondani, hogy 30 millióról beszélnek, hogy 30 milliót kapott a bérgyilkos. Hát a, a gyárfás én szerintem inkább vesz egy baltát, és saját maga üti agyon a fenyőt, ha a baltának nem megy föl az ára. Gyárfás Tamás az, az utolsó kérdés. Az ő működése, ahogyan a közszolgálati tévénél kiépítette a saját mikrokozmoszát, az, ahogyan a részben privatizálta a műsoridőt, részben ugye kereskedelmi tevékenységeknek rendelt alá, ahogy te mondod, azt a politikát követve, hogy nyalni kell mindenfelé. Szerinted ő hozzájárult -e ahhoz, hogy ma ilyen állapotok uralkodnak a köztelevízióban? Kihasználta. Mert azt mondod, hogy minden okozat. Igen. Okozata egy Gyárfás Tamás tevékenységének a mostani állapot a köztévében. szempontjából igen. A dolog szellemisége szempontjából nem szerintem. Azt szeretném is, ha megnézzünk, amikor egyszer ösztűz vendég volt Fábri Sándor nálatok. De ez hosszabb történet. És utána elmondod azt is, nézzük meg ezt Jö. a lejátszót. Ugye most mi egy olyan televíziós műsorban beszélgetünk, amely semmifajta közszolgálatiságnak nem felel meg születése óta. Ugye tehát valamennyien tudjátok, hogy ha itt ne talán kormányváltás van, akkor ez a műsor röpül az ATV-re, például a kokáért, ahova való. Hogy ezt a balnak mondott, valójában nem bal, és még kevésbé liberális oldal, most már egy dolog tartja össze, a Orbán gyűlölet. Na most ennek a gyűlöletnek a felépítésében, hát például Pistának, ugye, aki a heti hetesben, ezt állt az Orbán kép alatt egy ládzsával, és üvöltött el, mint a altamirai barlangban a bölényt elejteni vágyó ősember, hogy feszítsük meg, feszítsük meg. Tehát ebben neki sok munkája, sok munkája van. 2009-es a felvétel, és ugye azért is híres, mert hogy te bemutattad a kérdező partneridet, akik ketten voltak, és utána az egész interjú alatt egyszer sem szólaltál meg. És miért nem? Mert az elején közöltem, hogy én nem fogok megszólalni, mert nem szokásom csimbe menni olyanokkal, akikkel egy fészekben dolgoztam. Tehát, hogy én nem fogom bántani, akkor még nem gondoltam azt, hogy a Fábri ilyen nem módon fog visszareagálni, hogy én nem fog, semmilyen szerepet azon kívül nem vállalok, mint hogy a két ember beszél, és ő válaszol. És ő kötött belém. A, az érdemi része az az, hogyha én nekem részem volt az Orbán ö, megbuk, bu, megbukásában, akkor vagy az Orbán nagyon gyenge, vagy én nagyon erős voltam. Tehát ha én meg tudtam buktatni, én tudtam megbuktatni Orbán Viktort, akkor Orbán Viktor nagyon gyenge volt. Én meg baromi erős. Volt egy kiállásod. Színházszakmai kérdésekben az utóbbi években, ami nagyon e, sajátosra sikerült. Ugye Magyarországot is elérte a MeToo láz, vagy a MeToo mozgalomnak a szele, bocsánat, így pontosabb. És hogy hazai esetek is napvilágra kerültek, amikor e, színészek, színésznők ellen különböző variációi a hatalmi visszaélésnek megtörténtek. E, az első ilyen így volt, ugye, amit Sáros Dilila e, robbantott ki. Amikor megnevezte a László, te ezzel nagyon kritikus voltál. Most szeretném, hogyha megnéznénk egy összeállítást az akkori közszerepléseidből, és szeretném, hogyha utána reagálnál ezekre. Ne. Abban a pillanatban a nevek elhangoznak, magánügyé válik a dolog. Nincs meg a technikája annak, hogy hogy lehet ezt zárt körben, mondjuk egy színházban, diszkréten, tapintatosan, de felszínre hozni, úgy, hogy egy bizonyos grémium, Megbízható erkölcsös emberek az elkövetővel szemben eljárjanak tapintatosan, és egészen addig ne történjen ez az üldözés, amíg nem bizonyos, hogy, hogy az illető úzus csinált abból, ami, ami most úgy tűnik, hogy valószínű. Azt kérdezem, hogy mit akarnak még Marton Lászlótól ezek után? Nekem van egy elméletem, házasságra, barátságra, mindenre, hogy tudni mindig van egy ígéret. És ha ezt az ígéretet valaki megszegi, akkor azután nem lehet szemrehányást tenni. Mondok egy példát: ha én a harmadik héten megpofozom a feleségem, akkor öt év múlva nem mondhatja azt, hogy én verem. Mert ha hagyta. Na most ember. Nem, 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 a lényeget vetted ki. A Marton ügyről röviden. Miközben megértem Sárosdi Lillának a keserűségét, eltelt 20 év, ugye? 20 év. Az abuzus között. Ha ami történt, az úgy történt, mert én is tudom, hogy így történt, mert volt olyan kolléganőm, aki elmondta, hogy ezt a Martonat így csinálta. De akkor is bizonyíthatatlan. Bizonyíthatatlan. De miért kellene, hogyha egyébként te magad is azt mondod, hogy igazolt? Én szerintem jogilag nem. Bebizonyítható, még ha heten oda mennek is, és azt mondják, hogy velem is ezt csináltak, mert lehet, hogy összefogtak. A morális megítélésre beszélünk, mert a, ször... a jobbi az teljesen Morálisan más. abszolút izléstelen, undorító, szörnyű, de Sárosdíj és a másik hét vagy nyolc jelentkező egyik se volt a Marton Laci beosztotja. Egyik se. Mindegyik maga kereste meg a Marton Lacit. A Sáros én elhiszem, és kiváló színésznő, kiváló színésznő. Elhiszem, hogy ez egy nagy sok volt neki, de azt gondolom, hogy ha az én lányommal történik, ez az másképp van. Az én lányom abban a pillanatban vagy úgy rúgja a Marton -Lacit, vagy megállítja az autót, kiszáll, és piszta, lehet, hogy akkor, akkor csinál... És te az életben találkoztál még azzal, hogy valaki kiszolgáltatja egy helyzetnek, és nem képes mondjuk az akaratát érvényesíteni? Mi az, hogy kiszolgáltatott? Miért kiszolgáltatja? Hát beült egy kocsiba. Beült. És az, az, az minden alól megy. De hát akkor mire a számított, Marton? hogy a Marton laci mit fog mondani, hogy jöjjön velem egy kocsi, a kocsiból, mert ő színésznő, akar lenni? De ezt te ráutaló magatartásnak értékeled? Én nem mondom, hogy ráutaló magatartás. Én azt mondom, hogy 20 év után egy ilyen története előállni, és tönkretenni egy pályát, az legalábbis bizarr nekem. De az a következmény, ami a Sáros Dilla független, hogyha ő ezeket a cselekedeteket elkövette, már pedig ugye igazoltan elkövette, akkor ez egyedül martolászó felelőssége. De hogy igazolt az, hogy elkövette? Mi igazolja? Azon, azok az emberek, akik kiálltak ezekkel de a történetekkel. Hát, akkor tessék, bíróságra menni, nem perelt egyik. Tehát kizárólag az igazolja a vádakat? Hát szó, akkor én holnap után rólam is mondhatja három nő. Mondhatja, és akkor én mit? Voltam igazgató, voltak viszonyaim színésznőkkel, volt olyan, akinek vízből megfogtam a fenekét. De éltél vissza például a hatalmaddal? Voltál megfélemlítő, beosztottaddal? azt kell, arra kellett vigyáznom, hogy ezzel a pofával, aki lefekszik velem, az ne azért feküdjön le, mert én rendező vagyok, vagy van valami hatalma. Verbálisan abuzáltam négy nőt az életemben. El is vettem minden négyet feleségül, mert ha nem abuzáltam volna verbálisan, akkor nem jöttek volna hozzám. Ebben most be sem akarok menni. Azt akarom igazából csak kérdezni, kanyarodjunk vissza a Sáros és a Marton Lászlóhoz hogy amikor nyolc ember föláll, és képvisel végre valamit, változást képvisel, mert azt mondják, hogy nem lehet olyan, hat be, hogy nem lehet olyan hatalomgyakorlás mellett színházművészetről beszélni, demokratikus alkotó közösségről beszélni, amit egyébként ugye elvárnánk a színházi szakmától, akkor te miért nem ennek a nyolc embernek a pártját fogod, és miért érzed szükségesnek azt, hogy várjál, várjál, végigmenj az összes magyar tévé stúdióban, és elmond azt, hogy itt a Marton László az áldozat. Nem mondtam, hogy az áldozat. Azt mondtam, hogy kirúgták, vége a pályájának, mi a szart akarnak még tőle. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb bajt és a legnagyobb tragédiát a Sáros Dirila hozta magára. Mert nem, mert, mert nem lehet erre a feltételezésre, ráadásul még bejátszottak mindenféle színházi előadásokat. Az a Pesti srácok ellen akciója volt, hát, amelyben de... azzal próbálták hát de... lejáratni a Lillát, hát hogy igen. ő milyen módon viselkedik hát a színpadon, igen. aminek nyilvánvalóan. Bocs, tehát Pista, hát ha valamit tudunk, akkor az az, hogy az ember, hogy a színpadon milyen szerepeket játszik, annak semmi köze nincs ahhoz, hogy egyébként a magánéletben milyen habitusa. Hát, és így tovább van. Ugye és ha van is, ha van is, ha van is, bocsáss meg, attól, hogy valaki a színpadon mesztelen, attól nem jelenti azt, hogy szabad prédája egy rendezőnek. Aki, aki, hajlandó egy ízlésében egy ilyen jelenetet eljátszani, és nem mondja azt, hogy kérem, ezt én nem, és nem csak a Sáros irula, mert ez egy úzus ebben a szakmában, de nem csak a szakmában, most hát ki, Amerikai sorozatokban nem, nem, nincs olyan rész, ahol nem kellene végig. Már van a konzekvencia, tehát aki elvállal egy ilyen szerepet, aki így viselkedik a színpadon, az. Az egy jobb ágy, Az. Az, 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 az... az viselje a következményét annak, hogyha más férfiak ebből következtetéseket vonnak? Nem, nem, le. nem. De hogyha ezt be tudják játszani, akkor azt mondják, miért tetszik olyan kényesnek lenni. Hát akkor ezt mondod. Én nem mondom, én azt mondom, hogy a Sáros Lirilla vé... elvétette, elvétette, nem ez a módja. Nincs egy olyan mintázata a te élettörténetednek, hogy van egy ilyen indokolatlan empátiád a hatalom felé? Ahogyan mondjuk a Kádárral Kiálltál mellette és bevéded, ahogyan mondjuk a Martonászló által isként elítélt morális cselekedetei mellett kiállsz és bevéded. Tehát, hogy a hatalom visszaéléseivel szemben van benned egy olyan fajta empátia, aminek nem értem, hogy, hogy miközben látod a morális elfogadhatatlanságait, miért gyakorlod? Van egy árnyaltság, nyilvánvalóan egy belátás, az biztos, hogy van. Ez belátás? Na én azt gondolom, hogy az, hogy nem fekete-fehér semmi, de legalábbis beszéljünk róla, hogy mik a, mik a, színek. Lehet, hogy nekem nincs igazam, minden további, lehet, hogy nem tudom minden érvemmel az érzeteimet, vagy az izülésemet, vagy a gondolatomét megvédeni, de kerüljön szóról, és főleg legyen, legyen, valami, valami, valami emberséges részvét a, de, de, miért nem az áldozatféle? Ha valaki, Isten, ha valaki előveszi a faszát, és azt mondja, hogy szobd le, akkor ott nem két... Adj egy puszit rá, nem azt mondta. Ami nem. azt jelenti, hogy szobd le. Nem. Akkor ott nem két egyenértékű ember létesít kapcsolatot, hanem az egyik kifejezi az akaratát, rákényszeríti a másikra, a másik pedig ezt elszenvedi. Nem kényszeríti rá. Nem kényszeríti rá. Ez nem kényszeríti rá. Nem kényszerítette, nem fogta meg, nem... Nem kényszerítette rá. Ez, az egyik sem mondta, hogy, hogy meglettek erőszakolva. Vagy Miért volt kényszerítve? Nem volt kényszerítve, hogy bejön az autóba Marci. Nem volt kényszerítve a kislány. Azért ült be, mert karriert akar csinálni a nagyhatalmú rendező mellé. Hát nem, 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 nem tudom hányok a történettől. Hányok. De ennek az elintézési módja nem az, ahogy történt. Na ebben egyetértünk. István. Öm, a végére értünk. Öm, Na most ezt meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Én, én is köszönöm. Köszönöm az idődet. Hát az időm az, mint a pejva. És azt is köszönöm, hogy vállaltad ezt a részvételt ebben a műsorban. Gratulálok, nagyon felkészült voltál, mint általában. Szerkesztők a dicséri, vagy illeti a dicséret, ez közös Általában, mondja. és azt gondolom, hogy egy-két ponton megfogtál. Nem mondod meg, hogy melyik pontokon, ugye? Hát ott azokon a pontokon, ahol, ahol azon el kell gondolkodnom, hogy fogom nézni a műsor, hogy, hogy ezek, a, ezek a pólusok, ezek, ezek mennyire voltak megfontoltak, reflexszerűek, önkéntelenek vagy fegyelmezetlenek. De, de, de így éltünk Panóniában. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Verebes Istvánnak készített beszélgetésünk a 2021-es év első Partizán popja. Ez egy eléggé hosszú, több mint három és fél órás beszélgetés lett, amiből most egy szerkesztett verziót láthatatok. Ha érdekel a teljes beszélgetés is, akkor ingyenesen a podcast platforminkon érhetitek el hangban, képben pedig akkor, hogyha feliratkoztok a Patreon csatornánkra, és a patronálóinkkel váltok, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, ha bármilyen észrevételtek, kérdésetek lennének az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként mindenképpen iratkozz a csatornára, addig, nem tetted volna meg. Használd a like, illetve a dislike gombokat a véleményetek kifejezésre, vagyis használjátok. Valamint van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is utóbbinak Partizán társadalmi a címe. Oda is várunk benneteket, és akkor ott tudunk beszélgetni az éppen aktuális témákról. Holnap este újabb Partizánnal várunk majd benneteket. Addig is minden jót. Ciao.